Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a jelenlegi helyzet? Mi foglalkoztatja őt a gondolataiban? Mi a terve? Hogy érez irántad? Mi köt össze benneteket? Mi a külső befolyás? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére ez a kártya utal. Én ezt a kos jegyével tudnám asszociálni, hiszen itt a tűz eleméről van szó, a bátorságról, a kihívásoknál is. Itt van akció, mozgás, lelkesedés. Ő most kezébe veszi a dolgokat, és előre mennek az események, az akadályok ellenére is. Mi foglalkoztatja őt a gondolataiban? Itt ezen a képen láthatunk egy hölgyet sütikkel, tehát itt édességekről van szó. A kártyáknak van szimbolikus jelentése. Van egy hölgy a háttérben, vagy a múltból, aki mindig olyan mézes-mázassan közeledett hozzá. Itt van a házasság kártyája. Az lehet a feleség, az élettárs, vagy a volt feleség. De ezek hazugságok, hiszen itt nem erről az édességről, ezekről a szép szavakról van szó, hanem mi látható a háttérben, viták, veszekedések és problémák. És most megtekintjük az érzelmeit. Ennek ellenére, hogy itt vannak vagy voltak kihívások, viták, veszekedések az ő magán életében, mégis megvan nála a remény, erre utal ez a kártya, a remények kártyája. És ő érzi, hogy szerencse lesz a szerelmi élet területén, minden jóra fordul. Amit ő még érez, hogy itt javul az anyagi helyzet, rendezi a pénzügyi dolgokat, vagy lesz egy nyereség. Amit ez a kártya még szimbolikusan jelent, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára. Mi köt össze benneteket? Erre utal itt az életerő, de ez nem csak kihívások ellen van, hanem létezik egy belső erő is. Ő bízik abban, hogy itt lesz összetartás, hogy te adsz számára erőt, vagy ő erősít téged. És hogyan tovább? Hogy hat ez rád? Erre utal ez a két kártya. Itt a kezedben van ez az arany érem. Az jelentheti az anyagiakat, a munkát, de a föld elemét is, tehát a reális dolgokat. Ez az álom, ez a szerelem megvalósul. Amit még ez az arany érem jelent, a belső értékek. Hogy ez a szerelem, ez a férfi értékes számodra. De nála ugyanúgy van, hiszen nála is megjelenik itt a pénz, ami utalhat belső értékekre is, tehát te is értékes vagy számára. Persze, azt is jelentheti, hogy ti ketten most így összefogtok, és együtt fogtok dolgozni, vagy megalapítatok valamit. És ez erőt ad mindkettőtök számára. Azon kívül itt is van mozgás, és nálad is van mozgás, hiszen a kezedbe veszed a dolgokat, így előre mennek az események.
Ez a kard azt jelenti, hogy vágd el a félelmeket, a bizonytalanságokat. Azon kívül utal fontos döntésekre és kommunikációra. És most megtekintjük a vicces nénikéket, Fifit és Alit, hogy mit közölnek veled. Itt valaki beavatkozik a dolgotokba, tehát van befolyás kívülről. És miről van szó? Itt a kártyán látható, hogy valaki pénzt akar tőle, mint ahogy itt ennél a kártyakombinációnál is látható, hogy vannak viták, veszekedések, és a pénz áll a középpontban. Valaki a családból, vagy a volt feleség itt követelőzik, és pénzt akar tőle. Fifi und Ali látható itt a képen, ez a két idős hölgy. Az egyik felteszi itt a lábát a székre, olyan kényelmesen ül a fotelben, és mindkettő olyan vidám. Ez azt jelenti, hogy itt rendeződnek a dolgok. Kell ez a lazítás, ez a nyugalom. És bízni abban, hogy tényleg jóra fordul minden, erre utal ez a kártya. Szerencse a szerelemben. És te is tedd fel a lábad erre a székre, ülj kényelmesen, bíz a dolgokban, minden rendeződik magától. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!